Wow. Szép tapot megint mindenkinek, még mindig úgy de gyorsan jön. Igen, megy az autó. Hát sajnos nem tudtuk a kacsákat megetetni, de legalább kicsi James egy kicsit kutyizhatott. Majdnem beleszaladt a vízbe, olyan, mint a turbógolyó. Úgyhogy most megyünk hazafele, visszük őket is. Megpróbálom, hát nem tudom mennyit, mert már egyébként, hogy már merült le a telefonom, és ugye nem is gondoltam, hogy még eljövünk, nekiálltam holnapra előfőzni, de olyan szép, nagyon, tehát úgy értem, nem érezni annyira, de ha hiszitek, ha nem, 4 vagy 5 fok van, de annyira nem érez. Tessék? 8. Ja, most már 8. Jó, de amikor még a közérben voltunk, 4 fok volt. Ezek általában ilyen november-decemberben szoktak, viszont olyan szépen süt a nap. Egy kicsit most elmegyünk erre is, ha még tudom, mert hát a naptól, mert ugye most pont szemből világít, nem tudom mennyi fog látszódni. Minden, látjátok, hogy mennyi, milyen emelkedős, mert persze ez mind, mi a völgyben vagyunk, de ugye itt minden hegyes, völgyes. Ezt nézd, nem tudom, jaj, bárcsak látszódna, úristen, bárcsak látszódna. Nem tudom, mennyire tudom így megmutatni. Ezt is pont ide süt a nap. Pont ide süt a nap, igen. Jó, mindegy, megy. Ott a templomtorony. Hát jó, hát valami csak látszik. Most nem annyira párás a levegő. Kicsit tisztább, még így is. Minden esetre annyit azért szeretnék leszögezni, hogy amiket mutatok, ilyen röpke kis kajákat, ezeket én majd, nem csak ezeket, de majd, ha meg lesz a kamera. Hogy? Arra megyünk? Jó, a másik irányba. De hát arra már voltunk. Vigyázz. Szóval, hogy az a lényeg, hogy én ezeket a videó, jó, jön egy ilyen akármi. El fogunk férni. Nagyon szűk a hely. Szóval, hogy én ezeket majd meg fogom, gyerekek, mutatni majd, amikor meg lesz a kamera, akkor együtt főzünk, meg leírom a receptet is, tehát azért egész más lesz. Na most talán jobban látszik az a hydro hotel, mert múltkor nem nagyon lehetett látni, most azért tisztább az idő. Ez az út azért rászkódik ennyire ott a hegy szemben. Itt folyik egy nagyon-nagyon szép patak. De nagyon szép tiszta időnk van, kellemes. De hát mondom, ilyen, hát most már 8 fok, akkor kutyus, ez csak. Úgyhogy szóval majd azért jobb videók fognak születni. Ezek inkább csak ilyen kis előízelítők, itt van a hotel, de ez nem a izéhájtó. Ilyen kis ízelítők, milyen szép helyen lakunk, miket főzök nagyjából, de ezeket majd én, meg megyünk majd messzebb, persze nagyobb kirándulások lesznek. Kicsi James-ről is majd fogok azért több videót készíteni. Ezek még inkább ilyen kis kezdeti próbálkozások. Hát nem tudom, nagyon gírbe-gúrba, kanyargó, ott azok a bárányok ott fönt, jól látom? Nagyon pici kis pöttyök, nagyon szép házak, itt lesz ez a, hogy kell kiejteni, az a Maulin, vagy hogy kell mondani? Hotel, Maulin, itt van, majd itt fogunk elfordulni, itt is egy kis templom itt a hegynél. Remélem azért most jobban tudom mutatni talán a kiskutya, nem baj, semmi gond. Ez is az életünk részéhez tartozik, hogy kicsi James. Nézzétek meg annyira. És itt ugye lehet étterem, tehát lehet enni, és nem csak megszállni. Nagyon hangulatos. Most merre megy? Nem arra megyünk, vagy most hova megyünk? Ja, föl akarsz vinni oda a kilátó? Ja, csak nem biztos, hogy már elbírja a telefonom, mert szerintem le fogok merülni. Úgyhogy ez most elég gáz, mert Ha most merül le, akkor az egész videónak annyi. De azért nem menj gyorsan, 40-nel lehet menni. Ott egy nagy rezidencia, de biztos nem látni be, ott is a hegy. Ezért mondtam, hogy ezzel a telefonnal még nem tudok olyan, de azért gondolom így előzetesbe, ott vannak a bárányok fönt, ott hallgatnak a bárányok. Mert ugye most így nem tudok úgy,
De azért lehet látni, hogy micsoda vadregényes, hatalmas nagy kirándulási lehetőségek, kastélyok, annyi érdekesség van itt, hát a Forestről meg nem is beszélve, tehát az is egy szuper jó dolog itt. Ez a rengeteg sok tó. Na ide most, igen, itt egy kicsit rá lehet látni a völgyre, de akkor lehet, hogy nekem most gyorsan kéne kiugranom, gyerekek, addig, itt egy kis emlékmű, jaj, várjatok, gyorsan akarom, hogy hát, ha valamit még föl tudok venni, nagyon gyors leszek, és pont beleakadtam a biztonsági övbe. Na, ott vannak a bárányok. Hát itt van, csak ugye most a nap, de figyelj rá, nagyon figyeljetek rá. Szerintem most így nappal szemben én semmit nem látok a telefonba. Szóval ott nem az a Benevraki az a másik részen van, innen nem látszik, nem az. Ez itt végig hegyes völgyes, ezek kisebb hegyek, és itt ez a völgy, tehát ez itt Pitlochry végig, ott meg a bárányok. Hát nem tudom, felhős, de nagyon szép. Most már azért egyre jobban meleg van, tehát ez a 8 fok, itt nagyon, ez körülbelül ez a 8 fok, mi úgy érezzük, mint otthon, amikor ilyen kellemes 15-18 fokok voltak. Tehát nehogy azt képzeljétek a 8 fokba, hogy itt szídrizünk. Nagyon, hát nem tudom, így próbálom, azért ide közelebb jövök. Na, az a baj, hogy ugye ezt nem kamera, hogy én ezt közelebb hozzam, távolabb hozzam. Tehát azért remélem, hogy csak valami látszik. Na jó, még ezt megmutattuk, aztán holnap isteni finomat főzök, ma már előkészültem hozzá, majd azt is megmutatom holnap. Csabinak nagyon beteg volt a lába, de most már hál' Istennek kezd javulni, úgyhogy bízunk benne, hogy nem lesz semmi baj. De mindenkit szeretettel üdvözlünk, puszilunk, vigyázzatok magatokra, és mindenkinek csupa szépet és jót kívánunk. Sziasztok!